Szia, Attila! Amár a hétvége eltelt, én meg most kezdek el akkor neki horgászni. És persze a gumispiccel fogom most nyomatni. De kitaláltam egy, amit nem kitaláltam, hanem alkalmazok egy másik technológiát, hogy mindenféleképpen meglegyen az a halacska, és ne szakadjon el a gumi. Ez lesz a, meg is mutatom nektek, mindjárt átfordítom a kamerát. Először betakjuk a készséget ide magunk elé, a fához. Jó, oké, megfelelő. Szóval. Szia, Ricsi. Most lett így még csak berakva. Szóval a spitz botnak a végén található egy ilyen kupakszerű, állítok az eresztéken, mert így nem jó. Rakjuk. Szóval a spitzbotnak a végén van egy ilyen kis kupak, amivel le van zárva a vége. Na most ezen a kupakon én fogom, és van egy ilyen kis híboly kínai orsóka, amin van damil. Nem használok horgászbotot, mert csak így ezt a híbolyt fogom használni, és átfűzöm ennek a gumis pötöknek kívülről befele a zsinort. Ez miután megvan, itt a végére rákötök egy kis forgókapocsot, csak azért, hogy ne tudjon kihúzódni. Szia, Hanna, most elutasítalak, majd legközelebb. Majd, hogyha ez megvan, ez a kis, bármit lehet végül is ide kötni, amivel meg tudjuk eltolni azt, hogy ő lecsúszson, vagy kicsúszson. Persze, hogy rosszul csináltam, mert hát ezt is el kellett volna rakni előtérbe. Szóval akkor még egyszer. Szia, Topi! Van a madzag, van zsinór, rá a kupak. Azután jön a kínai spitzbotoknak tulajdonképpen van egy kampó erre a célra. Ők ilyen gumit szoktak használni, csak közben kapásom van, azt nehogy elvigyem el, még
nincsen megcsinálva, hogy bemutassam. Nos, itt van, ez így látható. Ezt felrakom a spitzbotnak a végére. Ha mondjuk azt akarjuk, hogy jó megerősítsük, akkor ezt a becsavarást még pluszba akár egy ragasztó szallaggal rá, de úgy érzem, ez egész stabil. És hát a végeredmény az lesz, hogyha elviszi a hal, és a gumit nagyon kihúzza, akkor erről az orsóról szépen fogja lehúzni a zsinort. Szeretnék egyet megmutatni. Hát kapásom van, remélem nem keszeg. És így nem kell akkor fürdeni, mint más speciális úszózási technikával horgászó horgász, hanem bedobom a spitzbotot és hagyom, hogy hadd vigye, és tudom fárasztani a orsóval. Majd, ha kifáradt a hal, akkor meg kitekerem. Én is láttam, sőt, még le is videóztam. Majd a YouTube csatornára, hogyha felmentek a anver2.hu-ra, akkor ott lehet látni ezt majd hanem a YouTube-on az eredeti felvételt. Ahogy a gipszkartonos Csabi beugrott a botja után a vízbe. Így tulajdonképpen amúgy ezzel azt próbálom kikerülni, hogy ne kelljen akár gumit használni, és egy kis botra is, akár egy 2 méteres, 3 méteres spitzbottal is ezt kivitelezni lehet, nem kell hozzá olyan nagy, persze ez akkor célszerű, hogyha láb alatt tudsz halat fogni. Kedves Tomás, még nem fogtam halat, körülbelül egy olyan 5-10 perccel kezdtem el itt a horgászatot. A hétvége az nagyon sok hallal és szép nagy halakkal gazdagan zártuk, és most csak ez a lájtos úszózgatás. Ki szeretném próbálni azt a technikát, amit így nem azt mondom, megálmodtam, mert bevallom őszintén, a kínaiaktól estem el, bár ők ezt egy gumis technológiával csinálják. Aki már látott kínai spitzbotot, ugye a végén van egy kulcstartó, nevezzük annak, hogy szögre is akaszthatjuk. Na, erre való az a dolog. Most én nem a kulcstartót, mert ugye egy mindjárt mondom, hogy egy Zero Fishing Team egy 6 méteres zeróval horgászok. Ugye ez a, nézzétek, meg nem akar elfókuszálni. Nagyon fordítunk rajta. Szóval ővere horgászok, be van gumizva. Így a 6 méterből le van szedve egy fél méter. Kicsit átrendeztem a terepet itt magam előtt, mint ahogy láthatjátok. Azok, akik eddig így követtek és eddig így nézték a adást. Köszönöm.
Na, valami neki ment az úszómnak. Na, mi hiányzott, Topi? De így most egész jól látni szerintem az úszót. Hogy át lett egy kicsit a terep így rendezve. Na, megvan az első kapásunk. Na, táncol. Valami táncoltatja az úszót. Kicsit vissza kell szokni, mert nagyon sokáig feltolós úszóval orgáztam mostanság, és ez nem az. Hát az idő az nagyon jó, azt azért meg kell hagyni. Addig, amíg a nap le nem nyugszik, utána fel kell venni a bundabugyit is. Pont olyan hidegre hűl, hogy még a szúnyogok is bírják. Nappal a dögmelegbe a döglegyek jönnek, este pedig a hidegbe a szúnyogok. Tegnap mendig voltál, Topi? Nálam én szerintem nem is tudom, olyan egyig live-oztam. Valahogy úgy, hogy... Köszönöm a követést. Madár házat.
gyerekkel. Főből, amikor ilyen 6-7 fele feküdtem le, így előtte, így éjszak ilyen másfél órát tudtam csak aludni. Az nő szép. Halló András. Hogy érted, hogy meddig látom az úszót? Nézem, hogy ott van az úszó. Az a kis jelenleg sárga, vagy nagyon-nagyon világos zöld kis pöttyöcske. De úgyis a lényege az, amikor ő el fog tűnni, és reménykedünk, hogy megint valami komolyabb amúrra csatlakozik, amelyik úgy megindul, mint múltkor, és akkor dobom be a botot. Amúgy András, így sztoriként egy pár héttel ezelőtt elkezdtem láb elé játszani, horgászni, hogy próbálom ide csalni a nagyobb halakat. Mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egy azért szép volt ott, megmozdult. Szóval tulajdonképpen így ilyen 2 kiló alatt őrel nem is akarok így most foglalkozni. Hopsz, ez az. Amúr. Indulj meg. Köszi. Van, akkor megindulj meg előre. Ennél a kicsinél megnézzük, teszteljük ezt a dolgot. Tessék, induljék.
Szóval most ugye a bot az bent van, és avval fárasztjuk az amúrt. És akkor ködünk egyet. Na, húzzad akkor. Megnézzük, a fék jól van beállítva. Nem akar megindulni. Jó, egy nagyobbnál szerintem be fog válni ez a módszer, mert vissza tudtam húzni. De ő nem akar úgy annyira menni, mint egy nagyobb. Ő csak itt akar előttünk körözgetni. Na. És a praktika az működőképes lehet. De még nem mutatta meg az erejét. De javasolt majd rárakni egy botra. Kényelmesebb lesz. Na most húzza. De még tudom tartani, még nem húzza ki annyira a gumit. Táncoltassunk. Szóval még ezek a 4-5 kilós amúrok jönnek rá, addig még bírja a rendszer. De most nem ezekre akarok vadászni, hanem a komolyabbra. Úgy látom, a technika az működni fog vele. Csak az, hogy tényleg rá kell rakni egy kisebb botra.
Ez olyan erős ez a gumi, hogy vissza tudja fordítani a kitörését. Arra többen kíváncsiak. Na, hát most jó ráhúzza, de még most is meg tudtam fordítani. Jó kis játék ez. Nem olyan egyszerű ám, mint ahogy látszik. Komoly erő egy ilyen bottal megtartani. Nemhogy fárasztani. Nem rendben oda be. Az ott neked is fejú, az nekem sem. Gyere csak ki onnan. Úgy. Dobjatok egy pár izét, rózsát vagy akármit, ezt bemegyek a vízbe érte. És amurka, húzza a gumit. Feszes volt a gumi. Elindult balra. Az ujján le. Fordulj meg, és mennyi befele. Abban szeretjük. Tényleg amúgy a kitörés volt.
a dőlőbója működését láthattuk. Meg kell én utána dobnom a botonat. Elfáradhatnál már. Én is így gondolom. Meg kell fáradni, mert ha neki ment a nekiúszom a bójának, és nem reagált rá olyan keményen. Hello, hello, az utolsó kitörés, hogy nem kéne így. Már jól lesz elég a gyártogatóból. Ő nem is gondolja. Na, megadod magad? Én is így gondoltam. Benne vagyunk. Szóval, hogyha itt közelebbről megnézzük az akadást, ugye egy szokál nélküli horoggal volt a hadművelet. Megnézed? Nem? Csak összejött. Nagyon nagy. Nagyon nagy.
szép, nagy, egészséges torpedócska. Mindjárt nekem a másik oldalra, meg gondolom a nap miatt nem sokat láttunk. Igen, amúgy. Na, már mutatod az uszonyát? Az jó vége. Na, ez az. Jó nagy lapát. Ezzel kis történik egyet. Apa, jó? Hol adtad bele? Akkor jöhet a szájába. Lemész? Arrébb mész? Jaj, ó. És akkor itt helyezzük vissza. Maradott ott fent. Ezért álljál fel. Ennyi oda vissza, könnyebb lesz onnan. Elvittem. Egy kicsit elfárasztottam, na mennyi oda vissza. Zöldé megfordul. És ha megfordul, akkor el is viszik. Szóval tulajdonképpen ez volt itt a gyors napi hal. Innen a láb alól úszóval, csak így hirtelennyiből. Nem is tudom, Topi, mennyi idő volt? 10 perc? 15? Körülbelül? Mert te itt voltál már a elejétől. Azok, akik most csatlakoztak be, az Anver 2. Tisza kécskén van. Ugye a hétvége is elég jó dömpinggel voltak itt a vendégek. Fogtak 10 pluszos pontyocskát is. Közben visszaolvasom. Hát, törpe, meg üzim. Hát igen, itt szerencsére nincsen törpe. Volt az 20 is. Hát volt olyan srác, aki több mint 20 halat fogott, így az éjszaka alatt. És mondhatjuk azt, hogy ilyen 7-8 órától ilyen hajnali 3-4-ig. Igen, lehet több napra is jönni, vannak ugye olcsóbb, egyszerű szállások, ilyen lakókocsi itt a vízparton, illetve a másik oldalt van ilyen kis apartman jellegű, még vízibicikli is. Árpika Tiszakécskén, az Anver 2-n, ugye a kérdésedre gondolatolvasok, fogtál valamit? Most volt egy amúrocska. Én nem mértem le, de szerintem azért egy olyan, az ötöt azt megütötte. Igen, eszik. Kicsit így leültem, mert
azért én engemet is kicsit megfárasztott a halacska. És ezt a technikát, amit így kipróbáltam, most átváltom ő rá. De szintén ugyanúgy ide. Ővel azért mégsem lesz olyan fárasztó. Hú, ez azért jól esett. Tényleg nem sok volt, 10-15 perc, és eltáncolt vele a halacska. És igen, hogy mivel ezzel csalizok, a András itt, ez egy kicsinek számít. De itt nyugodtan kérdezd meg a Topit. Ő már sűrűbben nézi a live-okat. Ez megerősíti, hogy ez az amúr, ez itt kicsi. Itt az átlagok azok az ilyen 7 kilósak is, ugyanígy a pontyokból is. Törpeharcsa nincsen a vízbe, gép nincsen a vízbe. Tiszakécskén Amver 2, ugye amver2.hu, ha beírjátok, akkor megtalálhassák. A Google azért így szokott kijavítani, amúgy engem azért így mondom én is. És akkor most újból bent van egy spitzbot. Ma nem nyársalunk, az tegnap a vendégek nyársaltak. Úgyhogy ma nem lesz nyársalás. Viszont tegnap én nem horgáztam, na szóval. Ja, Thomas, te voltál az egyik vendég, jó van, oké. Akkor szuper. Te mennyi halat fogtál? Te voltál az, aki nullát fogtál? Na, már megint ott van valami a úszónál. Ja igen, küldjétek a talicskát, igen. Nyomjátok a tap-tap-tapot, küldjétek a talicskát, jöhetnek a izék a oroszlánok. Én a legtöbb, bár az összes tegyet. Ja igen, te voltál az, aki a legtöbb halat fogta. Tényleg a izé, a cash az ki lett így osztva végül is a végén. Meg lett annak a győztese? Várjál, berakrak, hogyha be tudsz jönni. Thomas. Szia, Ica. Visszakövetés, oké. És akkor most már be tudlak rakni, hogyha bejössz. Elméletileg. Ja, nem tudsz, oké. De mi, el voltatok fáradva, hogy... Hát mert én azt oké, hogy miután így, mikor 4 óra felementetek el? Köszi, már meg volt az első. Kerjesztott itt az összes halacskát, úgyhogy újból meg kell várni, hogy visszajöjjön, mert azért itt körbe táncolt a területet. Jó van. Oké, akkor nem csak én voltam. Én itt a másik oldalt, akik voltak vendégek, ők 7-8 óra felementek el. 8 órakor, de közben már érkeztek 5 óra 30-40 között.
szintén ugye vendég. Ugye ez a Facebook live-on van fent, elég sok halat fogott ő is. Ő is elkapott 10 pluszost is. Mit kell adni? A hétvége az jó volt, jól adta a halakat. Úgyhogy megköszönjük szépen ennek a kis tavacskának is. Én se sokat aludtam. Valószínűleg keszegen kű volt, hogyha nem sikerült így megakadnia. Hát gondoltam, köszi. Majd ezt a módszert próbáld majd ki te is, Tomasz, hogy nem oda bejátszani, hanem csak így láb elé úszóval, úszós bottal, vagy pedig egyel bejátszani, egyel meg így úszózgatni. Azt gondolom, hogy ezekkel a poros etetőanyagokkal jobban oda csábítod a keszegeket, még nem ezekkel a magmixekkel, vagy magokkal, főtt magvakkal biztosabbra mész a pontyamúrra. Ops, az veri rendesen. Csak közben itt a szomszéd kapás jelzőjét nézem. Ilyenkor nézd a spiccet. Merre mész? Tisztató, jó, hát. Az aztán egy igazi jó kis víz lesz. Ha nagyon sok törpe jön, akkor álljál rá ott is a tigris magyaróra, meg az erősre. Próbáld meg ilyen jó erős, akár ha van chili csepp, akkor azt belekeverni az etető anyagba. Azt annyira nem csipázzák a törpék, illetve amit még meg tudsz csinálni, hogy két etetést csinálsz, egy édeset, meg egy büdöset. És amelyikről húzod a törpét, na nem azra a horgászol, hanem a másikra.